Na, Pepike szabadnapja. És kurvája mostanában eljátszik dolgokat. Vagy fáj neki valami, ugye? Vagy hány ingere van. Az is lehet, de olyan, mint az ársárkányom, hogy már a pályába se akart bemenni tegnap. A versenyni elpördült. Ezek előjelek dolgok. Hoppa, na baszki, papa, te meg! Nagyon neki ment? Vagy csak a patát hangot? Hú, azt hittem a szügye koppant ekkorát. Jó van, most hagyd őt. Jó van, hagyd legeljen otthon. Gyönyörűséges, generous csődör. Hogy de szép ló. Síkon nem akart menni. Ti? Intéből. Ez erősödne, szélesedne, jó alakulgat. Jó van, kis papika. Jó van, na. Jó. Jó, 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 jó. Lovaglás aranyos lett, nem? Szépen lenyugodott. Alakul az ér, szélesedjen. Azt kéne, hogy szélesedjen még. Ne legyen ez a cigány sörénye, majd egyszer megtéphetjük. Ott ezek kész vannak a másik istálóval. Volt anyag bőven. Aha, de le is pókhálóztak, hát volt baszki. Fú, tudod mi volt? De most szép lett. Le a kalappal előttük. Na, ennyi. Ennyi, ti. Jó mozgású, könnyű csődör lesz. Nem lesz nehéz csődör. De azért férne rá, azt nem mondom, hogy nem. Nem olyan versenykondiba van. Kurva jó néz ki most, te nézd meg. Fú, de jó beállt. Aj, de szép. Azt a kurva életbe, te. Hát ezért érdemes fölkelnem hajnalba, mondom. Szépségeket. Jó van. A vér benne van ám, ne aggódj. Jó vérű ló. Nézz oda. Még le akar csak. Engem utáz, bazd meg. Ha én hoztam haza. Magyarországra. Megszabadítottalak a német izé. Kapitalizmus. Mi van ott? Megszabadítottalak a német kapitalizmustól. Hát bazd meg, azt engem akarsz lecsapni. Az anyád keserves minden itt, papa. Jó van. De eletek is hülye. Gyere a pucihoz, gyere, ne félj tőlem. De tényleg én hoztalak haza, úgyhogy nem kell az izé. Csak lett egy jobb tulajod. De ennyi, semmi azon kívül nem változott. Jó, 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 jó nézek. Téged is patkolni kell, kicsikém. Ugye elnézem, hosszú már neked. Na, mi van? Inti? Inti? Na, menj! Hopp, na basszus! Jó, van még ilyen laza. Most ide jössz, vagy nem jössz, vagy ide gyere, akkor csókolózhatunk itt, csak akkor meg izész, így csapkodsz. Döntsd el, hogy kulturáltan ismerkedsz velem, barátkozol, vagy meg akarsz támadni. Ez a nem mindegy. Ha? Gyere, papikám, jó. Jó, jó nézel ki. Nekem tetszel egyre jobban. Na, meg leszel patkolva a napokba, le lesz szépen tépve a sörénykéd, és rengeteg hamikát kapsz, rengeteg hamit, jó van. És úgy fogsz kinézni, bazd meg, mint egy derbiló, te! Menjél már! Mondom, hogy jó nézek. Csak hidd is el, legyél büszke magadra. Na. Jönnek az orsiék, elviszik a pónikát, ilyen majálisi akármire, bemutatóra. Gyönyörű, szép vadonású póni. Trenzlije van, gyönyörű, szuper nyereg, gyönyörű, pont rápasszoló gurtnival, nem úgy vagyunk most már mind össze-vissza, hanem tényleg a mi méretben minden. Gyönyörű, szép svájci vistuk rajta, úgyhogy elég komoly szerelésbe lesz a kis cicamica. Meg van körmölve, úgyhogy semmi panasz nem lehet. Jól néz ki a kicsi. Lovagolhatják is aranyos, hát ennyinek is lovagolják lányai. Nem sokára érkeznek érte. Meg hát persze megy a aranykő is vele, kis kecske barátja. Megvan a nap üzletje, jöttek ide Jenő szénái, és mondtam, hogy én vagyok a megbízott. És 20 ezerért eladtam nekik egy bálaszénát, csak ma mennének vinni abban, mert jön a Jenő megöl. A nap biznice lett. Árulom más szénáját. Fúj, de szemét vagyok, de ez nagyon jó. Na
is Pónikánk cucca elő, készítve, lassan utazik, kapott egy gyönyörű szép új kantárt. Hát azért ez le a kalappal. Ha, Péter bácsi, Pónina? Mondom, hogy nagyon szép kantár, hát ebbe lovagoltnak a gyerekek. Hát a nyeregről nem beszélek, nézd meg! Csodás új, minden rajt. Csodás új gurtnival, végre nem mind a izék, hogy ilyen szedett-vedett, új pigli, póni pigli, hát a nyereg az nem kell bemutatnom. Úgyhogy ezek a tartozékok, és itt van egy vödör, majd iszik ott, valami malajálisra mennek. És itt van egy londzs, amivel ott majd sétálgathat, vagy így ki is köthetik. Tehát ennek a nyeregre ezt most hajnalba vettem. Ráértem volna hónap is, hogyha nem megy a pónika ma, de hát ezt rápróbáltuk, csodálatos. Még büszke is. Tartsd meg a kezedbe így, hogy szép, hogy hagyd lássák itt, hogy nem valami ízét vettem, gagyit, hanem elég komoly szereléket. Homlok szép, persze a kicsikét azt mondjuk, hogy csillogós legyen a homlok, mert azt a horzében majd fogok rá venni egy másikat, hogy csillogós legyen. Ez egy vagyon, 7500 volt, zabla nélkül. Hát most mit csinál, de gumi szár, dehogy sok, nem sok. Dehogy sok, miért sok, így főszerelve? Meddig tartott, bocsánat. Úgyhogy a póni cegjai készen állnak, már csak a lószállítót várjuk, és megy a aranykővel ugye a kis kecskénke. Viktorkám, nagyon dolgos vagy, mi történt veled éjszaka? Kipihented magad? Na, ennyit nem láttalak még dolgozni. Mondjuk nyomod te azért itten a sulitól, ugye amikor nincs suli, de nagyon nyomod most. Valaki beígért valamit? Nem. Na azért, mert akkor szoktak általában, hogyha valamit ígérnek. Mondjuk én biztos nem ígértem semmit, remélem. Részegen ígértem valamit talán? Nem, akkor jó. Nézd meg itt a másik. Az anyám úristen, mi van ma? Május 1-e, ja, hogy úgy veszitek, hogy a munka ünnepe. Aha! Hogy dolgo... Ja! Na végre látom itt a boxok azért remekül megcsinálva. Jó, várják a kancákat, akik kinnapoznak a parikba, jó. Lepókhálóz van a végre. Jó. Szénácska nekikben. Szalmás box, szénácska ben, lepókhálózva. Önitató gondolom, ugye a naponta tisztítjuk. Kristálytiszta, kaukázusi termálvizet isznak, úgyhogy... Na jó, 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 ez kellett, hogy lepókhálózzunk, gyerekek. Szörnyű volt már egy-két helyen, de tényleg rossz lett. Rolandkám, meg vagytok ma dicsérve, egyenlőre persze, még nincs is 10 óra, úgyhogy várjál még, várd ki a végét. De jó, rendben a boxok. A kripni alól kell ugye elszedni, mert a kripni alól mindig oda kúrja a ló, hogy ott nem kell, hogy legyen. Hát ez május 1-e, így van. Úgy ünneplünk, hogy dolgozunk. Ugye itt nincs kegyelem, nincs megállás. Sok lovaglás, mondom, említettem, nem igen lesz, viszont a lovak kin vannak. Boxokat gyönyörűen megcsinálom, pókhálózás volt, mint előbb láttuk. Pónit elkészítettük, más exkluzív dolog ma nincs. Tehát ez nekünk az ünnep. Hazamegyünk, akkor kertészkedés, az is megvan, aztán délután egy kicsit Pest. Van egy kis titkos kirándulási helyem. Egy órácskára csak beugrok, ennyi. Aztán ennyi már. De jó, fantasztikus idő van. Ezért a szénát, hogyha lebukok ebből a szénával, nagyon megvernek. A Jenő meg a fia, hát a fia egymásra 50 kiló. 2 méteres nagy marha. Gyorsan vigyék, már mondtam nekik. 20 000-et kaptak. Pakolják, tényleg, nem viccelek, ott viszik. Ez a kis rétünk, itt szoktunk legeltetni, vagy esetleg amikor lovakat lemossuk, akkor ott száradnak benne egy füves szép rész. És innen 10 másodpercre, 8 perc, egy focipálya választ el a szép gyönyörű házomtól is. Na viszik is a szénet, talán, vagy nem még tolatnak, vigyék már minél hamarabb. Most azt mondta, 9:30-ra itt vannak, hát ezt nem kell komolyan venni, mert még régen is, utaztunk valahova, vagy mentünk valahova. Elszívtam 2 karton cigarettát, mire az meg elkészít, már kint már mentem, mert elkoptattam a cipőmet. Ez a ruha nem jó, az a ruha nem jó. Mindig olyan 1,5-2 órás késésben voltunk. Őrület. Az mondjuk nem volt jó.